2022. november 12-én délután hamarosan kezdetét veszi Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban a Mártonnapi Családi Délután. Egy bábelőadással kezdődik, egy élő szereplős bábelőadással a mai alkalom, és ha jól láttam, akkor teltházas, szóval ezek szerint nagyon nagy az érdeklődés a mai eseményre. Igen, hát összességében ugye ez egy nagyon nagy élmény és egy visszatérő élmény, hál' Istennek számunkra, hogy most azt mondhatjuk, hogy a mai délután az teltházasnak ígérkezik. Ugye az elmúlt két évben a Covid időszakában ugye volt egyik évben meg sem tudtuk egyáltalán szervezni, és a másik évben is hát nagyon nyögvenyelősen félházzal, negyedházzal össze-vissza tudtuk csak megvalósítani. Most hál' Istennek úgy tűnik az idei év tapasztalatai alapján, hogy bár most egy előadással készültünk a mai napra, de valószínűleg, hogy jövőre akár már megpróbálkozhatunk visszatérni a két előadáshoz, mert nagyon nagy az érdeklődés a produkcióra. Nyilván ebben benne van az is, hogy az Aranyszamár Bábszínház már több alkalommal volt itt nálunk Szigetszentmiklóson, hol gyerekszínházi előadáson, hol családi délutánon, hol más egyéb ingyenes szabadtéri vagy nagy rendezvényünkön. Ismerik őket, szeretik őket a gyerekek is, illetve természetesen az őket kísérő felnőttek, úgyhogy mondhatom, hogy egészen gyorsan és könnyen elfogytak a jegyek, nagyon nagy volt az érdeklődés végig erre a mai délutánra. De nem csak az előadás lesz a mai délután programja, hanem számos más programmal is készültek a családoknak. Mi kell még? Hát a sor az úgy néz ki, hogy 4 órakor lesz ugye a Farkas Barkas és Róka Koma című valóban élő zenés bábjáték. Ez körülbelül egy 3/4 órát tart, és amikor kijönnek a gyerekek, akkor itt kétféle választási lehetőség van, illetve hát nem is feltétlenül kell választani, hiszen mind a kettőben van lehetőségük részt venni. Egyrészt lesznek természetesen kézműves foglalkozások, melyek a Márton naphoz kapcsolódóan lámpás készítéssel fognak foglalatoskodni, és ezzel párhuzamosan emellett, ahogy tetszik, lesz gyermekek számára gyermektáncház is. Horváth Tünde és zenekara lesz itt velünk a mai nap délutánján, és ők ott az aula magasságában egy kis gyermektáncházra hívnak és várnak minden érdeklődőt. Amikor ugye ezeknek a programoknak vége van, de mondhatom úgy is, hogy a kézműves foglalkozáson, amikor elkészülnek a kis lámpások, akkor pedig kezdődik a felvonulás. Erre a felvonulásra nem kell éhes gyomorral elindulni, hiszen most már nem is tudom, legalább 4.-5. éve ismét itt van velünk a Német Nemzetiségi Klub, akik most ebben a pillanatban is fönszorgoskodnak a konyhában, és nem kis mennyiségben készül odafönt a zsíros kenyér, illetve hozzá egy kis tea, felnőtteknek egy kis forradbor, és ezt már természetesen el lehet fogyasztani még az indulás előtt, tehát ők, amikor már kijönnek a gyerekek a színházteremből, a bábjátékról, akkor ők már ezzel elkészülnek, ezt már felszolgálják. És akkor, ahogy mondtam, 6 óra magasságában elindul a felvonulás, a mártonnapi felvonulás. Ehhez a felvonuláshoz csatlakozhatott idén is mindenki, azok is, akik nem jöttek el a délutáni előadásra, nem váltottak rá jegyet. Így a beszélgetés pillanatában azt tudom mondani, hogy az az információnk, hogy nagy számban terveznek olyanok is jönni, akik nincsenek itt a délután folyamán. Itt a környéken egy kisebb kört fogunk menni, tehát nem maratoni futás most a célja ennek a felvonulásnak. Természetesen ugye, aki nem itt volt az előadáson és nem itt készített lámpát, az otthon készített lámpással is jön és érkezhet, és azzal vesz részt a felvonuláson. És amikor ide visszaérkeznek, akkor pedig a parkolóban, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolóban egy élő tűzgyújtással várjuk vissza a felvonulókat, és ott majd elhangzik Szent Márton legendája, ugye a hagyományoknak és a szokásoknak megfelelően, majd ezt követően szintén még egy kis finomsággal, finom kis brióssal szeretnénk megvendégelni a felvonulásban résztvevőket, amit nagyon szépen köszönünk ezúton is egyébként az egyik szigetszentmiklósi pékségnek, aki mindig nagyon nagy segítségünkre van ebben a rendezvényben is. Én azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas, nagyon szép kis délután lesz, és hát az előzetes jelzések alapján tényleg az látszik, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Azt hiszem, hogy most a következő hetekben nem szűkölködik a Városi Könyvtár és Közösségi Ház programokban. Mik lesznek ezek, amik a családoknak, gyerekeknek szólnak? Hát a gyerekeknek azt gondolom, hogy elsődlegesen is, ha időben
időben haladunk, akkor a következő program az a november 27-e, az adventi vasárnap, ahol egyrészt a délelőtt folyamán abszolút rájuk szabott kézműves foglalkozásokkal, adventi koszorú készítéssel, karácsonyi díszkészítéssel várjuk nagy szeretettel ide a gyerekeket, itt szintén a könyvtár aulájában, illetve a színház előtti térben. Természetesen egész napra is várjuk őket, de ez a program rész ez abszolút nekik szól. És ugyanehhez a programhoz kapcsolódik, hogy van jelenleg is fut egy rajzversenyünk, az adventi rajzpályázat, ami meg van hirdetve, és ami a csúcspontját szintén majd az adventi vasárnap éri el, ahol meg lehet tekinteni az elkészült rajzokat, még lehet rá szavazni, hiszen itt közönségszavazás is van ennél a rajzversenynél, és ezek a rajzok egyébként majd az év folyamán, tehát az év későbbi részében a gyerekkönyvtár falát fogják díszíteni. Ezen kívül, hogyha jól emlékszem, akkor időrendben talán a december 3-át kell még megemlítenem, ami körülbelül egy héttel az adventi vasárnap után lesz. Ekkor lesz ismét Miklósi Mikulás. Erre is az érvényes, amit korábban mondtam, hogy hát sajnos az elmúlt években ez nem feltétlenül tudtuk megvalósítani, vagy ha meg is tudtuk, akkor kevés sikerrel. Most nagyon-nagyon bízunk benne. Itt már két előadással vágtunk neki ennek a délutánnak, ennek a napnak. 3 órás és 5 órási előadásra már lehet jegyet vásárolni, jegyet foglalni. Előzetesen azt kimerem jelenteni, hál' Istennek, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Van egy luda! Jó tojó! Elviszi a róka! Récém tóban tocsogó! Elviszi a róka! Gacsirovics! Gunáro!
és téged keres. Képzeld, azt mondja, hogy mindjárt megesz. Megesz szőröst, bőröst, úgyhogy farkaskoma, menekülj! Búsulok én, van a komplikálom. Túl legyek, nem fogom! Hova most látom? Jó barátod azért vagyok, hogy ott segítsek, ahol tudok. Hopp! És csak rejtőz ebbe, jó bele! Nem. De, mondom, bújj bele! Nem! Bújj már bele! És meg ne szólalj, csak azt ne! Nem régen bocskoromban, megfőttem a bocskoromban, csak hogy már kikamaszottam, hangom visszaverő hegyen, késztettem, hogy megfelegyen, s hogy egy farkas most megvegyen. Nyim, nya, imi, homilja, nyim, nya, nyom, nyom. Momcsak! Nem látod el farkas-parkast, a nagyszájú falánk ordast? Hogy én? Ja, de még tegnap vagy majd. Tudod, hogy tegnap előtt? Na azóta én nem láttam őt. Miért keresed? Miért? Te miért? Ja, igen, azért, hogy megküzdjük, hogy végre igazságot tegyük, hogy melyikünk erősebbet. Azt mondják, úton útfélen. Farkas-parkas szapul el, de amit megtalálom, akkor jól elfelelem. Nos, hát házában van, elígy oda. Igen, és mondjuk, mit lehet zsákod, róka, koma? Sose törődte vele. Szerettem a fekete, meg állok tűzre, hogy befűtsek, hogy idegesten melegítsek. Jó, a tuskó, akkor felaprítom, összeváltom, legyarulom, legyarálom, segítek neked, barátom. Köszönöm! Már biztosan jó! Akkor jó az, hogyha jó, apró! Most meg hová mész? Mackó barátom! Én? Te innek hová? Jöjjön! Farkas bőrére vadászom! Nyom, 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 nyimi, nyomi, nyom, nyimi, nyom, nyom. Nem először találkoznak a szigetszentmiklósi gyermekek és szüleik a ti formációtokkal, és igen hamar be is teltek a helyek. Mi lehet a titka szerinted? Hát először is nagyon köszönjük az újbóli meghívást. Így van, az Aranyszamár Színház már nagyon sokszor járt itt Szigetszentmiklóson. Mi egy utazó színház vagyunk, és nagyon-nagyon sokféle előadás van a repertoárunkon. És most egy olyan mesét hoztunk ide, ami itt még a házban nem volt látható, Farkas-barkas és Rókakoma, egy nagyon mókás állat történet az, amit hoztunk ide a közönségnek ma. Körülbelül mi a korosztály, akiknek ajánljátok? Mekkora gyerekeknek? Azt gondolom, hogy a 3 éves kortól ajánljuk az előadást. Hát a felső korhatár az azt gondolom, hogy bábszínház tekintetében most már a csillagos ég, tehát ezt nem szeretjük meghatározni. Nyilván van a gyerekeknél egy olyan időszak, amikor már azt gondolják, hogy a bábszínház nem feltétlenül az ő műfajuk, de most már megpróbáljuk ezt is áthidalni, és a kisiskolás, illetve felső tagozatosoknak, középiskolásoknak is csináltunk már előadásokat. Ez most élőszereplős báb előadás, ez miben más, mint a nem élőszereplős? Annyiban módosítanék, hogy élőben is megjelenünk a színpadon, de ezen kívül 4 különböző báb technikát mutatunk meg a gyerkőcöknek, tehát ezt ötvözzük, hogy mi magunk is látszódunk a színpadon, valóban játszunk élőben is, illetve 4 különböző báb technikát mutatunk meg, és szólaltatunk, mozgatunk meg. Általában egyébként milyen sikere van manapság a báb előadásoknak, illetve arra lennék kíváncsi, hogy Magyarországon milyen hagyománya van, mennyire szeretik a szülők vagy a gyerekek? Én azt gondolom, hogy ez az a műfaj, ami én nagyon remélem, hogy soha az életben nem fog kimenni a divatból, és hogyha megfigyeljük, akkor most már felnőtt színházakban is egyre többször alkalmaznak bábos, bábszínházi betéteket, tehát azt gondolom, hogy
Igen, ez a fajta absztrakció, ez minden fajta művészeti ágban megél, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez él, virul, és ez így is marad. Mennyivel nehezebb, vagy mennyivel könnyebb? Tehát hasonlítsuk egy kicsit össze a teljes élőszereplős előadásokhoz, mert azt gondolom talán, hogy itt nem vagyok szakértő, de hogy itt a hangot is el kell változtatni, meg azért több karaktert is megtestesítetek egy előadás alatt. Így van, hát egy különleges műfajról beszélünk, és azt gondolják sokan, hogy jó, hát persze ez akár élőszínházi színésznek ez teljesen egyértelmű és egyszerű dolog egy bábot megmozgatni, de ez egy különálló műfajnak tekinthető a bábszínészet, és azt gondolom, hogy igen, nehéz, ugye, ahogy kérdezted is, egy élő szereplő mellett egy bábra felhívni a gyerkőc figyelmét, nehezebb, kisebb a báb, kisebb helyre kell koncentrálni, és ezért sokkal nagyobb erőt, munkálatot igényel akár a részünkről is, hogy a gyermek tekintetét oda vonzuk a bábra, és ne mi mozgatók vonjuk el a figyelmet. Mit kell tudni a bábokról? Ezeket valaki kézzel készíti, vagy vásároljátok készen? Hogy van ez? Igen, minden előadásunknak külön alkotógárdája van, külön rendezőt, tervezőt, dramaturgot kérünk fel, zeneszerzőt. Ebben az esetben ezt az előadásunkat Kocsis Rozi írta, Sramó Gábor rendezte, és Bodor Judit tervezte a bábokat. Hány előadás van egyébként a repertoárotokban? Éppen nem olyan régen számoltuk össze Gyöngyivel, és 18 különböző előadásunk van most repertoáron, ebből van nyilván 2-3, ami idén jellegű, tehát karácsonyhoz, Mikuláshoz kötődő, de igen, nagyjából 17-18 előadást játszunk most. Tetszett neked az előadás, Bence? Igen. És kikről szólt az előadás, emlékszel rá? Bakadban. Farkas, meg a? Jóka Kuma. Igen, és felnőtt fejjel, hogy tetszett az előadás? Aranyos volt? Igen, nagyon aranyos volt, igen, jó volt. És maradnak még a további programokra? Hát szerintem nem, mert már álmos. Lehet venni a tálcsámról, de nem livát hoztak, hanem finomságot. Szabad egymással megosztani, jó étvágyat kívánok. Kollégák, körbe is pillanat, én mindenkinek adok egyet, és jó étvágyat kívánok. Tessék, először a segítőmnek adok, meg a másik segítőmnek, és keresd meg az anyukádat, jó? Tessék. Milyen szervezés van a lámpás felvonulás mögött, Eszter? Nagyon váratlanul ért engem egy telefonhívás, egy ismerősöm megadta egy ismeretlen személynek a telefonszámomat, hogy ő külföldön tartózkodik, ő szokta a lámpás felvonulást vezetni. És vállalom, igen vagy nem. És igen mondtam, és utána felhívott a Városi Könyvtár és Közösségi Ház szervezője, aki ezt a mai műsort szervezte, és elmondta a részleteket. És igen mondtam még egyszer. És ezután, utána néztem Szent Márton napjának, a legendának, az énekeknek, a lámpás felvonulás szokásainak, és annak, hogy szokott ez Sziget-Szent Miklóson zajlani. És most nagyon izgulok, mert kitaláltam egy másfajtát egy picit, mint ami szokott lenni, ugye, ami kicsit olyan, mint én vagyok. De mégis egy kultúrált, az ünnepnek megfelelő lámpás felvonulás lesz, és annyit elárulhatok, hogy a végén egy nagy tűz lesz, és nagyon szeretném, ha ott az összes résztvevő az örömódát elénekelni, meg egy libás játékot is tervezek, hogy fogunk játszani. Hát remélem, minél többen leszünk, és az idő is kegyes lesz hozzánk. És egy-két titkot is el fogok majd árulni, ami a Szent Márton napjával és a libával kapcsolatos. És ez neked egy új feladat, hogy ráadásul még a közönség elé is ki kell állnod? Mert ugye általában a szervezők a közönség mögött vannak, a háttérben dolgoznak, de itt hallottam, hogy mindjárt színpadra is lépsz, hiszen elmondod majd, hogy maradjanak itt a családok. Igen, emögött egy olyan kis titkos gondolat van, hogy amikor vége lesz ennek a színházi előadásnak, amikor a színházi előadás véget ér, akkor kézműveskedni fognak a gyerekek, és hogy nehogy hazamenjenek a kézműveskedés közbe, hanem a lámpás felvonuláson is részt vegyenek, ezért felmegyek a színpadra, és megpróbálok a személyemmel, meg a programmal megcsillantani egy olyasmit, ami miatt majd itt maradnak, és részt vesznek rajta. Úgyhogy nagyon izgulok, mert először vagyok itt ezen a Szent Márton napi rendezvényen. Egyből álljak fel a színpadra, utána egyből azt vezényeljem végig. Nagyon izgulok, de olyan egészséges izgalom van bennem, és tudom, hogy minden rendben lesz.
biztos vagyok benne én is. Mondtad, hogy ugye felkészültél Márton nappal kapcsolatban. Voltak olyan információk, amik így újak voltak neked? Tehát szerintem olyan szempontból is jó volt ez, hogy gondolom egy kicsit tanultál is. Én legalábbis mindig ezért szeretem az ilyen új helyzeteket. Volt, és a legizgalmasabb és érdekesebb az az, hogy honnan származik a püspök falat. Úgyhogy ezt majd este elárulom. Nem sokára majd táncolnak itt a gyerekek, és még az is lehet, hogy a szüleik, a felnőttek is. Milyen koreográfiával, milyen lépésekkel készültök nekik? Először is a gyerekeket hívjuk táncba. Mezőföldi játékok, táncok lesznek így az első sorban, de készültünk az ifjúság korosztálynak is táncokkal, szatmári táncokat, kalotaszegi táncokat és palackai táncokat fognak majd táncolni közösen velünk. Igyekeztünk olyan lépéseket, motivumokat a vendégek, az érdeklődők körébe, vagy nekik majd mutatni, ami egyszerű, könnyen tanulható, és inkább a szórakozás legyen a lényeg, meg hogy együtt táncolhassunk egy nagyot. Mit tapasztalsz egyébként, vagy mit tapasztaltok, hogy mennyire van hagyománya ezeknek a táncoknak, mennyire vonhatók be a gyerekek? Ők még talán könnyebben, de hogy a fiatal felnőttek például. Hát először is a gyerekek, igen, valóban a gyerekeket könnyebben be lehet csábítani, mert szerencsére Magyarországon a néptáncoktatás nagyon színvonalas, már az óvodás korban elkezdik ezt a óvodapedagógusok a kisovisoknak a lábára adni a kis gyermekjátékokat, és ezáltal nagyon magas alapokat tud majd biztosítani a későbbiekben, aki például szeretne foglalkozni komolyabban a néptánc iránt. Alapfokú művészeti oktatás folyamatosan zajlik az országban, még színvonalasabban fogják a gyerekek tanulni a táncot, és emellett azért a középiskolásoknak is van szakgimnázium, ahol a táncos hivatást tudják továbbvinni. Tehát a táncot könnyen el lehet sajátítani, csak a kitartás, ami fontos, meg hogy tényleg a közösségbe tartozni, az egy nagyon fontos most a mai világban főleg. A ti formációtokkal itt a térségben hol lehet találkozni? Mi Halásztelken működünk, Garabonciás Néptánc Együttes néven. Ott aprótól egészen az ifjúság korosztályig vannak csoportjaink. A próbákat hétfőn és péntek, kedden és péntekenként tartjuk.
látom itt a háttérben, és érzem az illatokat is, hogy nem tétlenkedett a Német Nemzetiségi Klub, mert hogy rengeteg szendvics készült. Milyen szendvicsek ezek, és hány kéz készítette? 8-8-an volt, az, ugye az 16 kéz készítette, a klubtagok készítik, ahogy sokszor készítünk mindent, és hát ugye 300 darabot készítettünk, reméljük, hogy elég lesz, bízunk benne, mert ugye sok gyerek van, sok felnőtt van, most ugye a teát már megfőztük, és akkor most csináljuk majd, már a vörösbor is készül. Akkor ezek szerint gondoltak a felnőttekre, a szülőkre is? Felnőttekre és a szülőkre is gondoltunk, hogy azért egy kis Mártonnapi, hát lehet, hogy valaki már nevet Mártonnapi libát, és hát haliba után gondolta, hogy kap egy kis forralt bort, hogy finomabb legyen neki a Mártonnapi íz. És azt is látom, hogy többféle variációból lehet választani a zsíros kenyért illetően. Hányfélét készítettek? Van olyan kenyér, amelyikre nem tettünk hagymát, mert nem mindenki szereti a hagymát. Van, amelyiken több hagyma van amelyiken kevesebb hagyma van, úgyhogy mindegyiket igyekeztünk úgy, hogy mert van olyan gyerek, aki nem szereti a hagymát is. És ez inkább most a gyerekekről szól, a Mártonnap. Meg hát a szülőkről, ugye, mert azért minden gyereket elkísérnek a szülei, és akkor majd előtte is, mikor kijönnek a színházteremből, kapnak egy kis zsíros kenyeret, meg aztán, mikor visszajönnek majd a fáklyás körmenetről, akkor még lesz egy kis zsíros kenyér nekik. A Német Nemzetiségi Klubnak mit jelent ez a rendezvény? Mert azt látom, hogy nagyon lelkesen készültek rá. Mi minden évben, ezelőtt úgy volt, hogy mi külön a Német Nemzetiségi Klub csinált a katolikus templomnak az udvarán, tüzet raktunk, körmenet volt végig, akkor is zsíros kenyeret csináltunk, forralt bort csináltunk, és iskolások is jöttek. De most ugye nagyon az iskolák általában maguknak megrendezik, így mi megmaradtunk a Sárgaházba, ilyenkor, mikor csinálják a műsort, műsoros délután van a gyerekeknek, és akkor utána van a Márton nap. Nekünk megmaradt a zsíros kenyér, megmaradt a vörösbor kész, forralt bor, meg a teje a gyerekeknek, úgyhogy ezt nagyon nagy szeretettel csináljuk, és már várjuk ilyenkor a Márton napot, meg aztán majd várjuk a többit, mert jön majd a mézes kalácssütés is a gyerekeknek, ugye, mikor Mikulás napkor lesz, ugye, de mi csináljuk a mézes kalácsot, ők meg majd iszítik. Az lesz majd az igazi, amikor itt végig a folyoson a gyerekek csinálják a mézes kalácsot, iszítik színes cukorral, hát az... Úgyhogy, hát reméljük, hogy az is jól fog sikerülni, mert gyerekek nagyon szeretik, bejönnek, csinálják, hát tavaly nem nagyon lehetett, hogy gyúrják, de előző években, mikor nem volt ez a Covid, meg fertőzések, hát remélem most lehet, akkor jöttek a gyerekek is, és gyúrhatták, és nyújtották a tésztát, és olyan örömmel csinálták, hogy ők már hogy kiszaggatták, mit csináltak, Mikulást csinált, karácsonyfát csináltak, úgyhogy de most mi fogjuk majd itt megsütni, és akkor a gyerekeknek visszük, és ők csak díszítik majd.